Mi az? Felerősíti az éghajlatváltozást, kiukasztja az ózonréteget, savas esőt és smogot csinál, és benne van ebben a hamburgerben is. Móring Andi vagyok, nitrogén szakértő, és ebben a videóban a 21. század egyik legnagyobb környezeti kihívásáról szeretnék beszélni. A nitrogén probléma. A nitrogén minden élő szervezet alapépítőköve. Táplálékunk elengedhetetlen része. De hogy kerül a nitrogén a hamburgerbe? A hamburger hús marhából van, a marha pedig takarmánynövényeket eszik. Ezek pedig, mint minden növény, a talajból veszik fel a növekedésükhöz szükséges nitrogént. A talajnak van egy természetes nitrogéntartalma, ami talán elég is lenne egyetlen hamburger előállításához. Viszont a világon nagyon sokan akarnak még hamburger tenni, amihez ez a nitrogéntartalom igen kevés. Ezért műtrágyák segítségével extra nitrogént viszünk a talajba, így több takarmánynövényt tudunk termeszteni, több marha lakik jól, amiből pedig több hamburger készülhet. Ugyanez a helyzet a bucival, a paradicsommal, a salátával. Ipari méretekben az előállításukhoz jó eséllyel műtrágyára van szükség. Élelmiszereink előállításához, a világ élelmezéséhez a műtrágyák használata elengedhetetlen. Olyannyira, hogy ma a népesség fele a műtrágyáknak köszönheti a létezését. Tehát a műtrágya egy tök hasznos dolog. Hol itt a gond? A növénytermesztéshez használt nitrogénnek csupán 50%-a hasznosul. Az állattenyésztéshez használt nitrogénnek csupán 10%-a. A maradék nitrogén a talajt, a vizet és a levegőt szennyezi. Ezt hívjuk nitrogénszennyezésnek. Amit az autók és az energiaipar nitrogén kibocsátása csak tovább ront. A mezőgazdaságból származó dinitrogénoxid felerősíti az éghajlatváltozást és kiukasztja az ózonréteget. A közlekedésből és az energiaiparból származó nitrogénoxidok növelik az esővíz savasságát, mely veszélyezteti mind a természetes, mind az épített környezetet. Emellett közvetlen okozói a smog kialakulásának. Végezetül a talajból a természetes vizekbe jutó nitrát, az ivóvízünket veszélyezteti. Jelenleg 7,8 milliárd ember él a Földön. Az ENSZ előrejelzései szerint ez a szám 2050-re eléri a 10 milliárdot. Több embernek több élelmiszer kell, több energia és több jármű. Vagyis ahogy a népesség nő, úgy erősödik a nitrogén szennyezés, és úgy lesz a helyzet egyre rosszabb. Ez a nitrogén probléma. De van remény, hogyha egy kicsit kevesebb húst és tejterméket fogyasztasz, hogyha csak annyi élelmiszert vásárolsz, amennyit meg is eszel, hogyha a biciklit választod az autó helyett, és hogyha a mindennapokban odafigyelsz az energiahatékonyságra, és megosztod ezt a videót ismerőseiddel, te is hozzájárulhatsz a probléma megoldásához.